Kedves kollégák, barátaim, nem kevés habozással tettem eleget Máté Tóth András felkérések, hiszen nem vagyok tudománytörténész, ez pedig egy tudománytörténeti téma, ez a Max Müller és a The Sacred Books of the East. Szintén arra az elképzelésre, hogy egy felolvasóülést tartunk. A némi gyanúval néztem, de szerencsére itt megegyeztünk abban, hogy nem kötelező. Ugyanis a diákjaimtól kapott visszajelzések szerint, ha szabadon beszélek, akkor is olyan kellemesen állomosítóan zsongító a hangom. Na most, ha ezt felolvasásra csinálom, akkor az egy katasztrófa lenne. Úgyhogy össze-vissza fogok beszélni egy kicsit Müllerről, hát Müllerről eddig nem sok szó esett, aki valamennyire is odafigyelt a meghívóra, az speciál kitalálja, hogy mikor született, ugyebár abban az évben, mint Petőfi Sándor, tehát egy hónapot elcsúsztunk, oda se neki, és hát pontosan századfordulóig élt, ami hát ma nem tűnik egy olyan borzasztóan hosszú életnek. A Sacred Books of the East kapcsán ránéztem a szerzőknek az életrajzaira. Hát abban a korban ez egy nagyon hosszú életnek számított. Azt mondanám, hogy tipikus átlag az valahol 50 nagyon kevés év körül volt, tehát ennél jóval fiatalabb halálokkal és jóval későbbiekkel. A Sacred Books of the East számomra és legalábbis az indulósok számára valami triviális adottságként csak úgy létezett az étterben, az ember tudta, hogy a bizonyos szövegeket, azokat meg lehet nézni angolul is, nem kell mindjárt az eredetivel foglalkozni, ami hát sok esetben igazából messze meghaladja az ember képességét, csak úgy elővegyen egy mondjuk egy védikus szútát, és azt csak úgy elolvasgassa. Tehát ez egy szuper nagy dolog, de evidencia, mert sose gondolkodott az ember, hogy honnan és hogyan került ez ide. Tehát egy egészen monumentális teljesítmény, hogy összejött ez a könyvsorozat, egyáltalán nem volt egy könnyű dolog, mert mondhatjuk, hogy akkor egy kicsit kedvezetlenek, tehát néhány nagy hasonló vállalkozás, ez ugye a 19. század második felére esik, egyáltalán nem csak a humántudományok területében, gondoljuk mondjuk, mit tudom én, a Brémnek az állatok világára, és így tehát az, hogy nagy könyvsorozatban összefoglalunk olyan ismereteket, amiket egy-egy ember nem tudna produkálni. Ez azért benne volt a levegőben, a nagy enciklopédiák, nagy szótárak, stb. Megalkotásakor. De ezzel együtt, tehát egy ilyen könyvsorozatot kitalálni és összerakni, fantasztikus teljesítmény. De Müllernek a felnőtt életét két teljesen egyforma periódusra lehet osztani, tehát 49-től 74-ig a Rigvédának készítette el az Edíció Princepsét, tehát az alapkiadását, kritikai kiadás, csatolóhoz a szájának a kommentereit is, ez a szakmailag is, és hát a történeti hatása is egy rendkívül jelentős mű volt. Majd amint ezzel végzett, elkezdte tervezni, kifundálni ezt a dolgot, sokakkal beszélt, hogy is mind, és hát ehhez kiadó kell és pénz. A pénz nem nagyon volt, de egészen páratlan módon sikerült végül is meggyőznie az Oxford University Press-t, hogy jelentős mértékben támogassa ezt a projektet, és nem lényegtelen, egy másik támogató forrás is volt, a brit koronának az India Office-a, tehát magyarán egy hatalmi cég, ami kifejezi azt, hogy mindenki tudott róla, hogy nem tisztán tudományos vállalkozásról van szó, hanem egy olyan vállalkozásról, ami a brit birodalomról, ha úgy tetszik, a gyarmati politikáról is szól. Tehát egy apró illusztráció ahhoz, hogy amiről Edward Said a híres Orientalizm című könyvével beszél, az nem teljesen fikció. Nem állítom, hogy mindenben igaza van a nagyszerű szerzőnek, de igenis nagyon sokféle projekt, többek között a gyarmati projekt is meghatározó volt a korszak tudományos és azon túlmenő népszerű fogalmainak a kialakulásában. Tehát szerzett némi finanszírozást. A finanszírozás elég volt ahhoz, hogy ő számára elfogadható szinten éljen, és
Elég volt ahhoz, hogy az egyes kötetek szerzői ne érezzék úgy, hogy teljesen ingyen dolgoznak, de ennél többre nem. Tehát elég keveset fizettek a fordítóknak, de mégis ugye szemben hát itt a magyar tudományosságban az ember tipikusan dolgozik egészen pontosan 0 forintért, tehát van alapfizetés, a végén meg aztán csinálj, amit jónak látsz, tehát ehhez képest mégis ez a kis pénz is pénzecske volt, megbecsülés volt, lehetővé tette, hogy Müller zaklassa a kollégáit. Ugye sok kollégáról van szó, tehát összesen 20-an működtek közre ennek az 50 kötetnek a megalkotásában, és hát nem mind Oxfordban laktak, 9 ország képviselői van szó, tehát a kézenfekvő Britannián kívül 2 amerikai is, a szakmai okból, meg hát Müller származása miatt, hiszen Németországban született és ott volt fiatalember, tehát német indulósok voltak még igen nagy számban, nehéz megmondani, hogy hányan. Tehát például Müller, vagy most németnek mondjam, vagy angolnak, angol állampolgár volt. Julius Engelinger, vagy németnek mondjam, vagy britnek, hiszen edinburghi professzor volt, stb. Tehát sok itt a homály, de nagyjából, ugye egy osztrákunk is van, Moritz Winternitz, és hát van egy indus, egy japán kolléga, egy holland, egy dán, és még egy francia is jutott a sorozatba. Tehát ezt megszervezni, lelevelezni, no email, és így tovább. Tehát ez egészen elképesztő feladat. Volt természetesen Müller tervei, kényszerűen módosultak menet közben. Például volt, aki meghalt a tervezett szerzőkörök, már említettem, hogy a 19. században még a klasszikus filológusok sem feltétlenül érték meg a maturálamikor. A mások meg egyszer megbetegedtek, megint mások meg nem futotta az erejéből. Tehát kitaláltuk a könyvsorozatot, megszereztük hozzá a szükséges, nem túl sok, de elég pénzt, elkezdtük írogatni, 79-ben jelenik az első 3 kötet, és a legisleg utolsó kötet 10 évvel Müller halála után, a 1910-ben, tehát jelenik meg, Moritz Winternitz alkotja meg az egész sorozatot átfogó, erősen struktúrált, hát a sorozathoz hasonló monumentális indexet, ezzel kerekedik ki 50 kötet, de ez nem jelenti azt, hogy ez Müllertől független, tehát mindezek még az ő életében elkezdtek terveződni, mint hogy még egy kötet a Brahmasutra kommentárjainak a fordításának a harmadik kötete is Müller halála után jelent meg, de ez is. Tehát az egészet lényegében ő találta ki, szervezte meg minden elemében. Úgy tűnik, hogy amíg minden egyes oldalat ő személyesen átnézett, javított, tehát a hihetetlen munka van benne, amit azt tett lehetővé, mint azt Máté is már említette, hogy noha formálisan megtartotta a professzuráját, valójában mentesült a tanítási kötelezettségek alól, tehát ebben az utolsó, második 25 évében gyakorlatilag szerkesztő volt, és fordító, ugye 5 kötet köthető teljesen, vagy részben az ő fordítói munkásságához, és pedig hát meglehetősen változatos témák, nem meglepő módon a Rigvéda alapkiadásának elkészítője, természetesen az egyik védikus himnusz kötetet fordította. Az eddigiekből nem derült ki, de szintén nem meglepő, hogy a 2 Upanishad kötetet is ő alkotott meg. Még Németországban nem akárki, hanem Schelling kedvéért kezdte el az Upanishadokat fordítani, és akkor szeretett bele ebbe a témában, ahol hosszú-hosszú időre ez félre tolódott. Mert számára mindvégig rendkívül fontosak voltak a spirituális, filozófiai és vallástörténeti szempontok, hát persze a Székelyudvarsi Tíz esetében mondjuk így eléggé evidens. Egy Grihya szútrát is lefordított, aki nem ért hozzá, az nem tudja, hogy micsoda különbség van egy a védikus házi rituálét leíró szútraanyag, és például egy védikus himnusz, vagy egy Upanishad. Ez 3 teljesen más nyelv. Az ember az egyiket tudja olvasni, a másiknak kinyitja, és azt mondja, hogy hát ez is szanszkritul van, és becsukja, rémülte. Tehát ez óriási dolog. Ezek után már nyilván senkit nem lett meg, hogy egyébként egy páli nyelvű fordítása is van a gyűjteményben, ugye a Dhammapadát fordította le
sorozat számára. Nos, tehát mindezt megcsinálta, nagyszerű, elképesztő, megvolt hozzá a családi háttér. Tehát mit tudom én, az apukájáról mindenki tud, csak nem tudja, hogy tud róla. Tehát Schubertnek két nagy dalciklusa és az idősebb Müllernek a verseit tartalmaz, ugye a Winterreise és a Die Schöne Müllerin dalciklus is róla szól, és ez nem egy izolált példa. Müller például azért nem lett zenész, mert lebeszélte valaki ki is. Ja, Felix Mendelssohn. Miért nevezik Maxnak? Hát mert a család barátja volt a Bűvös Vadásznak a szerzője. És hát a Bűvös Vadásznak ugye a főhőse Max. Hogy lehet ilyen nevet adni egy gyereknek? Ugye van hat varázsgondolja, mindig célba talál. A hetedik pedig az ördögé. Tehát ennyire, mondjuk, mit profetikus nevet adni valakinek, hát ezt mondanám mindenre. Nagyszerű dolgokat csinál, de a hetedik olyan az ördögé. És ez nem egy kis golyó volt, hanem nagy baj csinál. Az operában egy kicsit el van hárítva a dolog, de ugye nem az operához találták ki a történetet, és a klasszikus verziókban nincs elhárítva, tehát kellő porosz lesz az a golyó. Szóval, ebből a nagyszerű családból kitűnő német iskolában szó volt azról, hogy például Franz Fokknál is tanult, nem esett róla szó, de azért érdemes megemlíteni, hogy amikor továbbá egyházalódott Párizsba, akkor ő sem Bürnhofnál tanult. A többség nem hallotta. Egy olyan szinten meghatározó figura a 19. században, ezen így dologban talán a legfontosabb az, hogy egyszerűen ő hozta létre a mutológia tudományát, és gyakorlatilag századnegyre meghatároztak, hogy gondolkodunk erről, számos szempontból helyesen, néhány szempontból helytelen, de ez más kérdés. Tehát ez az inspiráció, ez nem csak egy apróság, hogy Bürnhof beszélt rá, hogy kezdje el a Rigvédát csinálni. Ezért lett Müllerből brit, mert elkezdte a Rigvédát csinálni, aztán rájött, hogy jobb oda menni, ahol kéziratokat talált, tehát átment Londonba és Oxfordba, ahol talált védikus kéziratokat. Szóval, de miért is csinálta Müller ezt a dolgot? Az explicit cél az teljesen világos, a első kötet előszólalom meg, de rengeteget adott ő elő vallástudományról, tehát teljesen világos, hogy ez tényleg alapvető cél volt neki. Stabil, szilárd, megbízható alapot adni az egyetlen lehetséges vallástudománynak, ahogy ezt elgondolta, történeti összehasonlító vallástudománynak. Figyeljük meg a párhuzamot ugye a nyelvészettel. Nem véletlen, tehát minden ezt teljesen összetartónak gondolta, a nyelv története, a kultúra története, a vallás története, ez mind egyben van, ezek nem elválaszthatók egymástól. Tehát stabil alapot akar hozzáadni, szemben azzal, ami addig történt, hogy a különböző kutatók kedvenc hasonlatával, amikor egy aranyi rögöt találtak, azt mutatták fel az európai közösség, hogy nem, tessék felmutatni, azt az egész nagy nem használja az illetlen szóval az embernek eszébe jut, tehát azt a mondjuk egy sár réteget, amit körülveszi ezt az arany réteget minden egyes részletében, hogy a valóságot lássuk és igazi megbízható következtetésekre juthassunk. Tehát ez volt az explicit cél, a bevallott cél. Mindennek volt egy valódi vágya, ami teljesen érthető, tehát szóba került már Darwin. 19. század második fele egy nehéz kor az európai, mondjuk vallásos tudat, de nem lehet ezt olyan nagyon elveszett. Az egész közgondolkodás szempontjából Darwin a legvaskosabb, de ennél kicsit állítom a dolog, de tényleg, tehát egyszerűen az, ami a 19. század elején még teljesen lehetséges volt, hogy valaki szó szerint elhiggye a Szentírást mindenestül, az a 19. század második felére intelligens emberek számára így ebben a formában lehetetlenné vált, ami tehát egy nagyon komoly összkultúrás, meg nagyon sokak számára, mivel erősen vallásos luteránus közegből származott, noha liberális, de vallásos luteránus közegből származott, tehát egy ilyen ember számára ez egy belső krízis. Tehát valamit kezdeni kell az ember, lehet azt mondani, hogy felejtsük el, nem lehet hinni a Szentírásban, már pedig a hitünk egyetlen alapja a Biblia, akkor nem hiszünk semmibe. Tehát ez egy teljesen logikus, racionális választás, érzelmileg nem feltétlenül vonzó, tehát aki erre építette, az értékben így ért annak számára ez nem opció, de valamit kezdeni kell, és Müller tehát valami olyasmire jutott, hogy
az isteni és az emberi lélek között valami egészen mély kapcsolat van, és ez a felszínre tud jönni, amiből elég világosan következik, hogy tehát a konkrét szövegeket nem kell szó szerint venni, hanem ott van bennük ez a bizonyos kapcsolat, ennek a feltörése, megjelenés. Igazából ő ezt kereste, és azt remélte, hogy ez nem csak őt érte, hanem mindenki más. Tehát, hogy ezekből a forrásokból egy új, igazi, kevesebb esetleges mesés történeti elemmel, kevesebb speciálisan, például a zsidó elemmel átítatott, tehát egy új, igazi, ha tetszik, modern vallásosság jön ki, mert gyakran nevez kereszténységnek, de más kontextusokban meg arról beszél, hogy a hinduknak kell megtalálni az új vallásukat, ugyanezen az alapon, ahogyan a Prachmuszamács próbálta az interkultúra politeizmusát lesöpörni az asztalról, vagy a modern kultúrára, valami hasonlót vágyott ő is csinálni. No, hát a hatása ennek a könyvsorozatnak, hát a céljait nem érte el. Tehát sem az összehasonlító vallás tudósok nem használták arra, hogy ebből hámozzák ki az igazi mély törvényeket, összefüggéseket, sem ez a bizonyos legtisztább mély ősforrásnak a feltárása, ez nem jött össze, nem a Sacred Books of the East hatására újult meg, ha megújult valamelyik nagy vallás. Tehát ezeket a célokat mind nem érte el. Amit valójában elért, ez a nagyon nívós, meghatározó szövegeket tett oda. Ez az evidens. Van egy implicit hatása is, nevezetesen valamifajta kánonját alakítottak ki, hogy mi is a területe a vallásoknak, a vallástudománynak, mik is a vallások, mik is a keleti vallások. Hát, ha a hátralévő 10 percben megpróbálom bemutatni az 50 könyvet, egy 20 másodperc fejtetve, ez nem egy jó könyv bemutató módszer, úgyhogy ehelyett beszéljünk a sorozat címére egy pár szót. The Sacred Books of the East. Az elején az a D, aki tud angol, azt tudja, hogy az oda nem kell. Abszolút jól működne a Sacred Books of the East cím is. Ha azt mondom, hogy D, ez azt mondom, hogy ezek azok. Kvázi csak ezek. Ezt persze nem tesszük oda, hogy the only sacred books of this, de nagyon erős a sugallat. Tehát, hogy ez valamilyen lényeges szempontból fundamentális korpusza az összes keleti szent szövegnek. Ugye figyeljük meg a csengését ezzel a díjvel együtt. Sacred books. Book az görögül ugye biblion, tehát biblia szakra. Tehát kvázi az új szent Bibliát próbálta összeállítani, valami nagyobb alapból, nem csak az Ószövetségből és a Ószövetségből szerveződik, valami egyéb. Ezt nem állítom, hogy ez mind tudatos volt, de tekintve, hogy nagyon sokat gondolkodott vallásról, meg efélékről, meg lehetne, ha nem lett volna az. Sacred. A fogalom lehetne szent is, meg holy is, meg hello, meg van még egy pár angol szó, amivel ki lehetne fejezni az eszmét. Mindegy, az érdekes az az, hogy mit jelent az, hogy egy ilyen izé az szent. Kinek a számára szent? Ki dönti el, hogy valami szente? Ugye, tehát ez a, mondjuk a katolicizmus belül egy viszonylag egyszerűen folyamatábra rendezhető rendszer, ahogyan ez eldől, hogy valami szent vagy nem szent, ugye például egy személy szenté avatnak, stb. De ezek vajon miért és hogyan? Ez elméleti kérdésnek látszik, amikor ránézünk a konkrét könyvekre, majd összevetjük a megfelelő vallásokkal, amit tudunk róla, akkor látjuk, hogy egyáltalán nem apró kérdésről van szó, hanem valami olyasmiről, hogy az adott például indiai vallások esetében az indiai vallásokat jellemző szent szövegek nagy része hiányzik. A gyűjteményből ezzel szemben egy rakásnyi olyan szöveg szerepel benne, amiket az ind vallási specialistáknak egy picike rétege, tehát a Shrutiya Brahminok tartottak fundamentális szövegnek valamilyen nagyon elméleti értelemben. Miért mondjuk, mint ahogy a címben ezt mondja, hogy Konfuciusz szövegei, meg a konfuciánus írások által szent szövegek, tekintélyes szövegek, hogy egy tradícióban az nem vitásban szentek lennének? Vagy miért lennének speciálisan szentek mondjuk a
írt tradícióból, a dharmaszászák kis leegyszerűsítéssel a törvénykönyvek, ezek persze tényleg jó rész vallási törvényeket tartalmaznak, de azért, ahogy megyünk előre, ott van egyre nagyobb arányban nem, hanem teljesen világi joganyagot, és egymástól jócskán különböző jogeljárásokat is részleteznek. A másik érdekesebb kérdés az, hogy tulajdonképpen miért ez? Adtam rá egy választ szubjektív emlőle szempontjából, hogy őt ez miért érdekli. De ezzel így konstruáljuk a dolgot, hogy Siegfried Lux of Wies, kvázi azt mondjuk, hogy ez az érdekes a keletben, vagy egy kultúrában. Tehát kiemeljük a valamilyen értelemben szent vallási tradíciót a kultúra egészéből. Ez bizonyos helyeken és kontextusban nem értelmetlen. Más helyen és kontextusban teljesen abszurd. Tehát akár Indiában is azt mondanám, hogy teljesen abszurd, vagy Tibetben, vagy Japánban is, teljesen abszurd. Tehát nem különül el ez a két szféra egymástól. Ami azt jelenti, hogy bármelyiknek a tanulmányozása a másik nélkül értelmezhetetlen projekt. The Sacred Books, könyvek. Egyrészt nyilvánvaló azoknak, akik ismerik az anyagot, hogy az esetleg egy jó részében szó sincs könyvekről. Tehát például a Rigvéda, ami a legrégibb szereplő anyag ebben a könyvsorozatban, az ugye egy orális hagyomány volt, jelentős részben mindmáig az marginálisan ugyan leírták. Nem könyv abban az értelemben sem, hogy egy könyvnek van eleje és a vége. Hát a Rigvéda színuszokból áll, amiket különböző ritusoknál használnak. Kétségkívül van egy standard ránk maradt összegyűjtése, de ez annyiban könyv, amennyiben egy népdalgyűjtemény könyv. Természetesen az, de ez nem túl releváns. Ugyanakkor azt sugallja, hogy ez olyan könyv, mint a Korán, vagy mint a Biblia, tehát hogy valami egységes. Most az, hogy a Biblia mennyire egységes, ez egy másik nagyon érdekes kérdés, mert nem megyek bele. Ugyanígy a buddhista szutták sem könyvek, hanem izolált szövegek, külön tradícióban fenntartott szövegek, stb. De miért érdekes ez egyáltalán? Tehát valamilyen módon azt sugallja, hogy a könyvek az érdekesek, nem pedig a vallási gyakorlat, nyilván nem értett volna egyet, de nem pedig a vallásos hit, hanem bizonyos írások. A tantrával foglalkozó kollégáim panaszkodnak, hogy rém érdekes, van több száz kötetünk. Azt nem tudjuk, hogy melyiket hány ember olvasta. Lehet, hogy melyiket csak a szerző. Fogalmunk nincs. Tehát az, hogy valami könyv, attól nem lesz egy fontos vallási tényét, viszont azzal, hogy így struktúrálom a dolgot, teljesen kihagyom az antropológusoknak ebben a korban már létezgető, és már komolyan vehető munkásságát. Tehát ez egy nagyon sajátos vallásfogalmat generálok. Egy nyilvánvalóan benne van az a szándék, hogy valami ugyanolyan tekintélyesebb. Ugye az iszlám szeret így fogalmazni, hogy hát a muszlim az a rendes ember, a könyves vallások, itt csak a zsidókat, a keresztényeket értik, azok megtűrtek. És hát a többit a legjobb lenne kiírni, ha apropó adódik, akkor meg lehet csinálni. Tehát előléteti ezeket a vallásokat könyves vallásra megfogalmazással. Végül The East, a kelet szent könyvei, Atya Isten. Ugye hát hiányzik bele például az Ószövetség, aztán hiányzik belőle Egyiptom, Mezopotámia, Talmud, stb. Tehát Egyiptom, Mezopotámia, Izrael az nincs. Tehát ebben a sokkal szűkebb perspektívában is a Tirukkurral már régesség több fordításban létezett. Nem tud róla. Indiai szentkönyvből van szó, csak nem szanszkrit nyelvű történetese. De totál hiányzik. Például a tibeti kultúra. Egy veszőségünk neki. A japán kultúra. A szerzők között van japán, aki lefordított egy darab szöveget kínaiból, amiről akkor még azért azt gondolták, hogy ez valójában egy szanszkrit szöveg fordítása. Japán vallásosság. Na, az például nincsen. Sorolhatnám még, hogy mi minden nincsen. Ugye már említettem, hogy a szanszkritos vallás mennyire nagyon-nagyon furcsán van reprezentálva. Nincs egy darab purána sem. Hiányoznak az eposzok, ez utóbbi nem teljesen igaz, az egyetlen indiai szerzőnk,
a Kásimrát Krimba Telang, bombéi legfelsőbb bírósági bíró. Tehát ő a Bhagavad Gita-t fordította le, meg a Tanu Gita-t, meg a Sanat-Szudzsátiját, amik végsősorban a Mahabharata-nak a részei, de izolált és nagyon sajátos részei. Na, tehát ennyi van, ami nem védikus, minden más védikus. Most az egész kép, ami kirajzolódik, az valami fantasztikusan rendben. A hiányokról már beszéltem, mindegyiket meg lehetne magyarázni valahogy, de hát... Tehát azt látjuk, hogy a szövegeink közül 49 kötet plusz az Index, 41 kötet indoiráni. Tehát a zoroasztrianizmusra összességében 8 kötet jut arra a pár tízezer párszira, aki akkor létezett. Ezzel szemben említette már, hogy mire nem jutott, és az iszlám jelen van a Korán két kötetével. Ez ennyi. Kínából csak konfucianizmus és taoizmus. Ami azt jelenti, hogy a buddhizmus nem indiai jelenség, nincsen. Mondom, valójában van kettő kínaiból fordított szöveg, amiről azt gondoltak, hogy egyik nyilvánvalóan helyesen, a Buddha Charitáról van szó, hogy az szanszkritból készült a fordítás. Tehát ez valami nagyon-nagyon furcsa, nehezen menthető szemléletet ered. Tehát egy téves kánont hozott létre a Max Müller ezzel a gyűjteménnyel. No, amúgy dísz van olyan, hogy kelet, az sugallja, hogy ez egy egység. Mondhatjuk, hogy ez egy európa-centrikus megfogalmazás, mert innen nézve kelet. Nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy egyének látja. Egész egyszerűen a nememi, az mind egy dolog. Hát nem, mert ugye az amerikai indiánok nincsenek benne a listában, az afrikaiak sincsenek benne, de akkor is, ha látom ezt a fogalmat. Tehát ez nem egy kultúra, semmilyen lehetséges értelemben nincs szó egy egységes keleti kultúrkörről. Igen, a buddhizmus túlterjedt a saját eredeti kultúrkörén, az indiai kultúrkörön, egész Kelet-Ázsiát jelentős mértékben, hát meghódította, mindez jelentős mértékben elterjedt, tehát Korea, Japán, Kína, Vietnam, stb. Stb. De nyugatra nem. És igen, az iszlám is elment keletre, például elbújtott Perzsiát is meghódította, és már nem zoroasztriánusok, hanem muszlimok, sőt, már Malajzia is, meg Korea is, és így van. Na, szóval nincs szó egy egységes kultúra, tehát egy nagyon durva félreértés sugall az egész, mint hogyha itt lenne valami egység, ami nincs. És ha lenne is. Ha valakit a vallás megértése érdekel, akkor kit érdekel, hogy valami keletre? Tehát miért relevánsabb valami azért, mert árja, vagy kínai, vagy akármilyen keleti forrás, mint mondjuk a Kalevala, vagy az Edda? Tehát ha a vallásra vagyunk kíváncsi, még ebben a szűk körben is, hogy a szöveges, könyves, és így tovább, akkor nem egy szerencsés dolog a keletre koncentrálni. Összefoglalva, tehát azt mondhatjuk, hogy mit csinál Müller ezzel a sorozat, de talán nem derült, tehát valami fantasztikus eredményről van szó, nagyszerű szakmai munka, sok esetben pionír, számos esetben mindmáig az egyetlen komolyan vehető fordítás az adott szövegnek. Tehát óriási a jelentősége, a pozitív jelentősége a dolognak, csak nem erről beszéltem, hanem elméleti háttérben. Na szóval ebben az elméleti háttérben mit csinál? Textualizálja a vallást, mint a vallás a szövegben. Ez sok vallás esetében teljesen nevetséges, másoknál pusztán vitatható. És hát ugye, ha belegondolok, ez mit is jelent? Tehát a szövegek létrehozói, gondozói, vagyis egy picike, sajátos jellegű vallási elit, nem azonos a szöveggondozó vallási elit, a vallás egyéb területein meghatározó elittel. Igen, az európai tradícióban, katolicizmusban össze van ez fonódva, de hát másoknak egyáltalában nincs ilyen módon összekapcsolva. Tehát intellektuálisan nem meglepő. Tehát egy olyan korban vagyunk, a viktoriánus korban, Max Müller is, az összes kollégája is magas értelmiségek voltak, tehát ez a nagy tudást birtokolni, könyvben, azt manipulálni, tehát ez evidens érték volt számukra. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ha a vallások történetére, jelentőségére, szerepére, működésére vagyunk kíváncsiak, akkor egészen durván félrevezető, alapvetően a vallás
nem értelmiségi biznisz. Azt gondolom, hogy még az is nagyon valószínű, hogy a vallások meghatározó figurák egy elég nagy része lényegében nem értelmiségi, bizonyos kultúrkörben jól lehet látni, hogy egyáltalán nem az. Másik oldalról meg a kelet képünket, ezzel, hogy hát a keletnek a szent könyvei vannak, és ez itt van, és lehet olvasni. Tehát ez a keletről hoz létre egy teljesen hamis képet, egy spiritualizált keletképet, a vallás ősforrása, mint az elidegenedett modern technikai civilizációk, az anyagban vagy ragadva, azt nagyon jól csináljuk, de amire szükségük van, az keletre, a spirituális megülés, mindmáig nagyon divatos szlogenekről beszélek. Nem mindent Max Müller talált ki. A korának volt a gyermeke, tehát egy rakásnyi dolgot hasonlóan látok, mint mások párhuzamosabb, de ezzel együtt, ezzel a könyvsorozattal azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon súlyos tételt tett le az asztalra, ami nem egyedül hozta létre ezeket a sajátosságokat, de meghatározóak voltak. Tisztelve Müllernek a nagyszerű emlékét, azt hiszem, hogy ideje, hogy mindezeken túllépjünk lassacskán végre. Köszönöm szépen!